Együttműködő partnerünk Acer. BenQ. Halló mindenkinek, szevasztok, a Restartot látjátok élőben, és hát ahogy a Facebook oldalunkra is kiírtuk, elindul a csütörtöki műsor, kavalkád itt a Fix TV-n, amelyik reméljük, hogy azért nem kavalkád lesz, csak rengeteg friss adással jelentkezünk, úgyhogy érdemes lesz ma bennünket választani. Én ugye most egy órán keresztül a Restartolni fogok, majd utána Fix Summer élőben a ZP-ből, majd még lesz egyébként ma élőadás a ZP-ből a Fix Summer-ön kívül is, hiszen este a Rock You élőben jelentkezik, szintén rockzenei műsorunk, szintén élőben és nézhető és interaktív, és egyébként is tele lesz mindenféle érdekességgel és újdonsággal, és még a kettő között valahol édes kettes is lesz, szintén friss adással, a Miss Universe Hungary királynője, 2012-es királynője lesz Endre vendége, úgyhogy érdemes lesz ma velünk tartani, én úgy érzem. Nézzetek minket mindenképpen, ne kapcsoljatok el sehova, igyekszünk a kedvetekben járni, és az összes műsor interaktív szinte, úgyhogy mindenhol várjuk a hozzászólásokat. Facebook oldalunkon, facebook.com/fixhd, akár telefonon is 44 51 3 49, vagy akár Skype-on is tv.fixhd, ezek azok az elsődleges fórumok, amiken keresztül hozzászólhattok. Én jelentkezek is be rögtön a Skype-ba, és már is, ha elérhető leszek, akkor hívhatok. Már aki partnernek jelöl bennünket, ugye először ezt kell megtenni, hogy partnernek jelöltök, ha ez megtörtént, és visszajelöltünk benneteket, akkor tudtok hívni. Ez ugye ilyen biztonsági szempontból van így kitalálva, hogy ne legyenek telefonbetyárkodások, bár így is néha bele-bele csúszunk ilyesmibe, de hát akkor könnyebben tudjuk bannolni, mint hogyha az egész világot kellene, ugye? Illetve hát gyakorlatilag nem, mert most bannoljuk az egész világot, és csak azokat engedélyezzük, akiket mi ugye partnerként, akik partnernek jelölnek, és visszajelöljük őket. Úgyhogy tehát tv.fixhd, hívjatok, ha kérdés van, vagy óhaj, sóhaj, panasz, fájdalom, akkor ezt itt meg lehet velünk osztani, akár a Skype-on, akár a Facebookon, akár pedig ugye telefonon keresztül. Van egy saját Facebook oldalam is, facebook.com/vendifix, ide is várom a hozzászólásokat, illetve hát a reakciókat a különböző posztokra. Lájkoljatok, hogyha esetleg még nem tettétek volna meg, ahogy az oldalunkat, illetve a TV oldalát is lehet lájkolni szintén, ha valaki még esetlegesen nem tette volna. Ezen kívül a TV-nek van egy weboldala is, www.fixhd.tv, itt ugye nézhető az élő műsor, akár HD felbontásban és lejátszón belül változtatható, kinek milyen sávszélessége, illetve számítógépe van otthon. Ehhez mérten tudjátok állítani, hogy melyik minőséget szeretnétek nézni, amit elbír a gép, illetve a sávszélesség, azt válasszátok, alapértelmezetten én javaslom a HD-t, mert ugyannak jobb minősége van azért. Aki pedig nem élőben néz minket, mert valamiért nem ér rá, vagy jobb dolga is van, akkor bármikor visszanézheti a műsorainkat a videótárból, szépen fokozatosan egy-két napra, napig, ugye, pos áffutással, de föl szoktak kerülni a műsorok, általában már aznap éjszaka fölkerül, ahogy ugye adásba került, úgyhogy már a tegnapi Restart és a tegnapi Fix Summer is, a Buta Café is, ugye a Rózsa Gyuri volt a vendég, szintén visszanézhető, ha valaki esetleg érdeklődik és lemaradt volna róla, nézzétek vissza bátran, tehát a videótárunkból, ami egyébként a YouTube csatornánkkal is össze van kapcsolva, tehát a YouTube csatornánkra is feliratkozhattok, és akkor kaptok értesítést is róla, ha egy-egy videó felkerül, úgyhogy youtube.com/fixhdtv, vagy hogyha valaki a YouTube-on csak úgy keresgélni szeretné a csatornánkat, neki a Fix TV Hungary nevű csatornát kell. Hát ott nem lájkolni kell, ott feliratkozni kell végül is, úgyhogy iratkozzatok fel, megéri, és hát hamarosan elvileg elérhetővé válik majd a YouTube-on is az élő adás sugárzási lehetőségünk, már mi is nagyon várjuk, de ahhoz az kell, hogy minél többen feliratkozzatok egyébként, mert minél több feliratkozó van, és minél nagyobb igény van erre, annál előbb fogják bekapcsolni, és ugyanez vonatkozik ugye a kábel szolgáltatókra is, tehát hogyha van bennetek némi kis segítő szándék, akkor abban tudtok nekünk segíteni, hogy a kábel szolgáltatótok felé jelzitek, ha esetlegesen nem lenne fönn a csatornánk, hogy tegyék már föl, legyenek olyan kedvesek. Jó? Na, hát gyakorlatilag ennyi. m.fixhd.tv, illetve smart.fixhd.tv, addig is az a világon bárhonnan elérhető, okos tévén,
táblagépen, okostelefonon, és természetesen ugye a weboldalunkon keresztül is, tehát PC-ről is nézhető az adás, tehát igazából senki nem marad le semmiről. Jó, lehet hívni tehát minket Skype-on, és megkérném azért azokat a csoportokat, akik így, nem tudom, mindenféle, hány ember, tehát egyszerre egy ember hívjon, jó? Tehát, mert konkrétan bannolás fog következni, hogyha ez nem így történik, ugye? Mint mondottam, jó, hát nekem mindegy, tehát bejátszhatjuk ezt. Nekem aztán tök mindegy, azt mondja, kilépés az üzenetváltásból, így van, sőt, ezt a csoportot úgy, ahogy van, gyakorlatilag ki is bannoljuk. Hát azért álljon már meg a menet, kérem szépen. Jó, ha már az előbb a telefonbetyárkodásról beszéltem, ugye? Akkor azért befutnak ilyen dolgok. Jó, hát nekem mindegy, akkor ezzel azt játszottátok el. Köszönjétek a csoport, illetve a kommunizm nevezetű usernek, meg jó, hogy kimen a 12-es karika, hogy a Skype a mai nap szünetel, telefonon keresztül tessék hozzászólni, hogyha esetlegesen szólni szeretnétek. Ennyi a hozzáfűzni valóm a dolgokhoz. Tehát ha ti úgy, akkor én is úgy. Ez az egymásnak köszönhetitek kategória. Mert nem fogom itt állandóan a mellőzéseket nyomogatni, tehát csoportot meg nehéz tiltani, egyenként kell mindenkit kitiltani. Azért lenne mit fejleszteni egyébként a Skype-on, teszem azt egyébként. Tehát ezt mi nem lehet egy gombbal megoldani? Tehát ha én nem akarok valakivel beszélgetni, akkor ha egy emberről van szó, akkor azt le tudom tiltani. De ha egy csoport hív 40 résztvevővel, ami ugye valószínűleg ez valamilyen ilyen, nem tudom, 40 ember hogy beszélget egymással? Tehát ezt nem is értem egyébként, hogy ilyeneket miért enged a Skype, hogy ennek mi értelme van ilyes formában. Mert azt én értem, hogy lehet konferenciahívásokat is bonyolítani, ugye már, annak még akár haszna is lehet, de 40 résztvevős konferencia, tehát így legyen már valami korlátozás ebbe szerintem. Ki van zárva, hogy 40 ember egyszerre beszél, vagy lehessen ilyet csinálni, de az már, na ez legyen a fizetős része. Ha már ugye alapból van a Skype-nak is prémium kategóriás szolgáltatása, a fizetős, hát ezt miért nem teszik fizetőssé ezt a részét? És akkor legalább az ilyen jellegű telefonbetyárkodásokat, és nem csak miattunk, mert engem aztán nem érdekel, mert kijelentkezem, azt köszönjük szépen, csak ugye elveszük azoktól a nézőktől a lehetőséget, akik esetleg értelmesen hozzá szeretnének szólni a témákhoz, nem beszélve arról, hogy én pedig felhúzom az agyamat, hogy itt a mellőz gombot kell nyomogatnom. Ugye? Tehát ha jó idegesíteni a műsorvezetőt, akkor sikerült, de nem fogom felhúzni magamat, úgyhogy megnyugodhattok. Ellenben mondok nektek egy-két hírt, úgyhogy marad a Facebook, meg marad a telefon, ha valaki hozzá szeretne szólni. A telefon is alapdíjas, tehát szerintem, hogyha valakinek kérdése van, és esetlegesen választ szeretne rá kapni, akkor szerintem az alapdíjas telefonhívás, az szerintem senkinek nem egy olyan iszonyatosan nagy költség, mintha szervizbe kellene vinni esetlegesen a gépét, vagy szakembert kelljen feltétlenül kihívni a házhoz. Hát, ha én is meg tudom oldani, vagy egymás között ugye meg tudjuk oldani, hiszen ezért van a Facebook oldalunk is, hogy egymásnak is tudjatok reagálni a posztjaira. Jó, akkor belekezdenék rögtön egy sajnálatos hírben, azért is tettük ki egyébként a 12-es karikát, ma ez egy ilyen indokolt történet, hiszen durvább híreink is vannak, és a kiskorúak számára azért lehet, hogy most akkor fogják be a fülüket, vagy nem tudom. Mi mindent megtettünk, kint van a karika, elvileg ott se szabadna ülni, ha mégis ott ültök, kedves kiskorúak, akkor az a szüleiteknek a döntése, hogy megengedik nektek, hiszen felnőtt felügyelete mellett miért ne. Tehát a hír a következőképpen hangzik. Azt egy persze mennyire igaz, meg mennyire nem, ezt nem igazán tudjuk pontosan. Minden esetre a HVG-n írják, tehát azért némi kis autentikációja azért van a dolognak. Öngyilkos lett egy tini a Facebook miatt. Ugye erről már hallottunk, tehát nem egy tini lett már öngyilkos, de hogy kimondottan a Facebook miatt. Öngyilkos lett egy 18 éves lány Vietnámban, miután kínos fotómontázs jelent meg róla a Facebook közösségi oldalon. Barátai viccelődni akartak a lányon, fejét egy lengén öltözött női testre montírozták. Az egész osztály látta a fotókat, felidegesítettem magamat, de ők csak még jobban nevettek rajtam, írta a lány a rendőrség közlése szerint. A diák lány növényvédő szereket vett be, és 4 nap múlva a kórházban elhunyt. A rendőrség jelenleg azt vizsgálja, hogy felelősségre vonható-e bárki a történtekért, közölte a hatóságok szóvivője. Hát elég szűkszavú a cikk. Minden esetre ugye hallottunk már, vagy hallunk rendszeresen ilyen-olyan dolgokról, ami akár a Facebookkal kapcsolatos, akár ugye itt a mai
cyber világgal kapcsolatos. Én azt tudom tanácsolni az esetleges fiataloknak, ha néznek minket, hogy ezeket ne vegyétek magatokra. Én tudom, hogy kellemetlen, de ugye, és ugye ráadásul még csak nem is kell feltétlenül ugye neked magadról ilyen képeket föltölteni, bár ugye egy-két fiatal olyan képeket tölt föl magáról egyébként is a netre, hogy nem is csodálkozunk, ha ugye ilyen napi szar, meg egyéb ilyen oldalakon ugye esetlegesen megjelenik róla valamilyen kiírás, aztán utána még ő neki áll följebb, vagy ha nem is feltétlenül ott, de ugye a közösségi oldalat bejárják ezek a különböző pózerfotók, vagy akár csoportos pózerfotók, ugye, és akkor csodálkozunk. De hát sajnos ezt valaki nem viseli ennyire jól, és vannak, akiket akár öngyilkosságba is lehet ezzel kergetni, úgyhogy én azt gondolom, hogy próbáljunk már meg, még hogyha a technikai lehetőségek ezt lehetővé is teszik, hogy akár ugye ma egy Photoshoppal bárkiből lehet szupersztárt, vagy szépségkirálynőt is csinálni, vagy akár pornósztárt is, ha így nézzük, ugye, mert hát akárkinek a fejét rá lehet montírozni egy képre, sokan szoktak is ilyenekkel viccelődni. Nem tudom, ez mennyire vicces egyébként. Tehát ezek szerintem pont az ilyen hírekből kifolyólag, hogy ilyen dolgok is történnek, hogy ezért emberek öngyilkosak lesznek, mert hát gyakorlatilag szégyenükben nem tudják feldolgozni ezt a történetet, miközben egyébként lehetséges, hogy ők egyáltalán nem is tehetnek erről, tehát nem is olyan fotókról beszélünk, amikor esetleg ő tényleg lenge öltözékben lenne reelbe lefotózva, hanem tényleg megmontírozzák, hát bárkiről lehet. Hát most én is magamról is csinálhatnék ilyen fotót bármikor, vagy bárki csinálhatna. Most az igazság, hogy ez elég kellemetlen valóban, hogyha ezen nevet mondjuk egy közösség, vagy egy egész ország, vagy ne adj Isten az egész világ. Úgyhogy igyekezzünk már az, hogy ne csesztessük egymást, én ezt gondolom. Tehát, hogy még ha technikailag ez meg is valósítható, meg manapság bárki tud ilyesmit csinálni, én nem hiszem, hogy ezt most nem feltétlenül erkölcsileg, de erkölcsileg semmiképpen sem, hanem úgy egyáltalán emberileg ez úgy, hogy is mondjam. Tehát én maximálisan elítélem az ilyesmit. Jó, pedig aztán elég toleráns ember vagyok, de az emberi szemétséget azt nem igazán szoktam tolerálni. Úgyhogy sajnos történnek ilyenek. Aztán, ha már a Facebooknál tartottunk, hát fogtam a fejemet, mikor a hírt olvastam. Régen várt látványos újítás a Facebook, hát nem tudom ki az, aki ezt régen várta, de akik annak ide az MSN-t használták, biztos. Ugyanis apróságnak tűnhet, de az MSN is nagyban ennek köszönhette sikerét a 90-es évek végén. Megjelentek a böngészőből és mobilokról is elérhető nagy matricák a Facebookon. Hát, az MSN megszüntetésével eltűnt a legtöbb hangulati jelzési lehetőséget kínáló azonnali üzenetküldő, alig hanem ezt az űrt próbálja meg betömni a Facebook azzal, hogy saját platformján az eddigieknél jóval többféle, sokkal kreatívabb és nem mellesleg jóval nagyobb hangulatjelek küldését tette lehetővé. Külön store is van erre, illetve hát a store-ban gyakorlatilag vásárolhatóak is, még pénzért is, különböző úgynevezett ilyen emotikonok, ezeket ugye így hívják, vagy hangulatjelek, ha magyarra szeretnénk őket fordítani, egyébként ez egy kivételesen egész jó fordítás. Csak hát nem tudom, az én hangulatomat az ilyen jelek általában a plafonra szokták nyomni, nem hogy mosolyogjak rajtuk, mert vannak persze kedvesek, meg van egy-két olyan dolog, amire azt mondom, hogy indokolt, hogy néha-néha oda biggyesszünk egy-egy ilyen hangulatjelet. De hát azért az, ami az MSN-en annak idején engem onnan lekergetett gyakorlatilag, néhány ismerősömnek az üzengetése kapcsán, amikor gyakorlatilag nem tudtam kivenni az üzenetből, hogy ő mit is akar írni, mert mindenféle beugráló, animált szívecskék, meg különböző színes, villódzó fények jöttek át a kiírás helyett. Tudom, lehet ezt mondani, ezt ki lehet kapcsolni ezt a funkciót, és akkor ugyanúgy csak a plain text jön át. Én ezt is tettem egy ideig. Aztán utána kaptam a megrovásokat, hogy nem is örülök, meg nem is reagálok arra, hogy ő milyen szép animációt küldött nekem. Nem. Sőt, egy valamit most mondok. Tehát ha valaki ilyeneket mer nekem küldözgetni, ezt elsősorban az ismerőseimnek üzenem, mert ugye főleg ők azok, akikkel tudok csetelni. Ugye a oldalamon a facebook.com/vendifixen maximum hozzászólni lehet. Ott meg azok a különböző kis smiley-k, meg ilyesmik, az még belefér. De ha valaki nekem ilyesmiket mer küldözgetni cseten, Facebookon, le fogom tiltani, ezt most mondom. Tehát engem ezzel ki lehet kergetni a világból egyébként, az ilyen animációkkal. Persze, ha van egy-egy, ami kedves és odaillő, akkor azt mondom, az még belefér. De ha valaki egy mondaton belül egynél több ilyet mer írni, vagy néha-néha ilyenekkel megtűzdeli, az oké. Okay. De egy mondaton belül azért ne csináljunk ilyeneket, mert mondom, tehát ott az a plafonra föl lehet kergetni.
De hát minden esetre, ettől függetlenül azért biztos nagyon sokan fogják használni, és örülnek neki. Hát egészségetekre, aki tényleg ezt várta. Egyébként a stickerek, illetve ezek az úgynevezett matricák az Android és iOS operációs rendszereken futó Facebook Messenger üzenőt küldő alkalmazásban már egy ideje elérhetőek. Mostantól azonban mindenki használhatja őket a közösségi oldalon, ugyanis a Facebook asztali böngészős felületén is bevezette az új emotikonokat. Az eddig ismert kicsi hagyományos smiley-k mellé 13 féle új emotikon készlet érkezett. Tehát ez azt jelenti, hogy az egy készleten belül sok emotikon van. Érdekesség, hogy az egyik készletet maga Mark Zuckerberg, Facebook alapító pulija ihlette meg. Azt hiszem, hogy őt is akkor el kéne vinni egy kicsikét, vagy menjen-e nyaralni. Szerintem most már Mark is. A Facebook egyúttal megnyitotta a matricaboltként is fordítható sticker store-t is. Hú, remélem le lehet róla iratkozni. Az új készleteket innen lehet letölteni, tehát mindenki töltet le magának. Már 1-200 forintért beszerezhető fizetős hangulatjelek is vannak. Hát valószínűleg első körben úgyis mindenki az ingyeneset fogja választani, aztán majd széthekkeljük, tehát majd ezt is valószínűleg valamilyen úton módon, valamilyen böngésző plugin segítségével be lehet majd tenni, meg ilyen olyan torrent oldalakról majd le lehet tölteni, ugye kedves nézők. Már aki, természetesen akinek nem ingyen, nem veszi magára. De ismerjük ezeket a történeteket, meg a kiskapuk keresését rögtön, meg azonnali hatája. Erre utal az is egyébként, hogy a Sticker Store ikonja az online vásárlásnál megszokott bevásárlókosár ikont kapta, tehát gyakorlatilag, mondjuk ez egy jó húzás, hogy legalább fizetős. Tehát, de engem az se hat meg. Tehát ha valaki fizet azért, hogy engem idegesítsen, az meg még inkább megérdemli. Mert úgy tiltom le, mint a sitz. Jó? Bocsánat, hogy ilyen ingerült vagyok, de ma ilyen híreink vannak, úgyhogy ezt ne vegyétek azért teljesen magatokra. Természetesen akinek nem inge, egyébként se veszi, akinek meg inge, az meg gondolkodjon el azon előtte, hogy mire használjuk a Facebookot egész pontosan. Jó? Úgyhogy ennyi a történet lényege, hát nagyon örülök neki, hogy mit mondjak. Ugye, Krisztián, te is már kipróbáltad? De egyébként vannak újabb módosítgatások a Facebookon, szépen lassan egyébként alakítgatják át a dolgokat, úgyhogy például az ilyen különböző megjelenések, az egyébként oldalak esetén érdekes, az elérések száma, stb. Kicsit más statisztikákat mutat, már sokkal részletesebb, jobban blokkosított, tehát ilyen, inkább a háttér, tehát a motoron próbálnak kicsit finomítgatni, optimalizálni. Ez úgy halandó emberek számára, vagy átlagos felhasználók számára érdektelen. Akik oldalt működtetnek, nekik lehet esetleg érdekes, hogy kicsikét részletesebben tudnak keresni az ő célközönségükre. Ugye, hogy ki, honnan, miért, milyen nemű, melyik országból, milyen böngészővel, stb. Ezeket most már nagyon részletesen meg lehet nézni egyébként. És az komplet elérés, tehát amikor kiteszel egy posztot, azt hányan látták, ezt lebontva ki, honnan, merre, tehát jó kis statisztikai adatok vannak, és ezen belül nagyon részletesen most már elérhetőek ezek az adatok. Jó, nagyon sok ablak van itt nyitva, párat csukjunk be szépen, mert el fogok kavarodni. Most ránézek a Facebookra, jó? Hogyha esetlegesen van kérdés, hozzászólás, akkor itt én ezekre most igyekszem reagálni. Tessék nyugodtan hozzászólni, tehát facebook.com/fixhd, ez a televíziónk oldala, még egy kicsit lassúcska, tehát ezeknek a sok fejlesztésnek, meg ilyeneknek azért megvan a hátránya is, hogy kicsit belassul a. Belassul a megjelenés, meg az oldal, pedig kábelről vagyok fönn, tehát még csak nem is wifi-ről. Zsolti azt írja, hogy Marknak az élete is önmagában egy nyaralás. Hát azt én kétlem, ezt megint egy kicsit olyan, bár figyelj, legyen igazad, nem tudhatom, nem ismerem Mark Zuckerberget személyesen, viszont egy-két olyan embert azért ismerek, akiről azt gondolják elég sokan. Akár csak most magamra is gondolva, hogy hú, de jó dolgom lehet nekem néha. Hát szívesen helyet cserélek bárkivel egy napra, és akkor megnézzük, hogy kinek milyen jó dolga van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért, mert valaki népszerű, mondjuk Mark Zuckerberg, meg valószínűleg a pénzszűkében sem nagyon van, azért nem biztos, hogy olyan egyszerű az élete. Tehát ugye a nagy népszerűség, meg a nagy pénzek, azok nagy felelősséggel is járnak egyben, tehát hidd el, hogy nem unatkozik ő. Nem hiszem, hogy az egész élet egy nyaralás lenne. Az viszont más kérdés, hogyha ő azt mondja, hogy én most el szeretnék menni nyaralni, akkor neki valószínűleg nem azzal kell foglalkozni, hogy ő most hova menjen. A közeli
tóhoz menjen le, csak pecázgatni, mert azt még kb. Ki tudja fizetni, vagy elutazzon mondjuk a Távol-Keletre egy all-inclusive nyaralásra, mert valószínűleg azt sem hiszem, hogy olyan nagyon, hogy mondjam, meghatná őt. Tehát ilyen szinten valószínűleg egy picit mások az ő értékítéletei, de egyébként nem hiszem, én nem feltétlenül biztos, hogy cserélnék vele, bár egy napra lehet, tehát hogy így kipróbálnám milyen Mark Zuckerbergnek lenni, de hosszabb távon nem hiszem. Már csak azért is, mert el vagyok én az én kis életembe általában, tehát én így nem vágyom más életére annyira, és javaslom másnak is, hogy próbáljunk meg egy kicsikét a saját életünkben rendet tenni, átgondolni, meditálni, nem tudom, most nem akarok belemenni ilyen ezoterikus dolgokba, de ha az ember önmagába lerendezi a dolgokat, akkor sokkal jobban hozzá tud állni a dolgokhoz, mint hogyha állandóan azon siránkozunk, hogy másnak bezzeg milyen jó. Ugye? Pedig már mindenkinek megvan a saját problémája. Oké, Tamással folytatjuk. Sziasztok, olvastam egy hírt, hogy egy lúdnak, azt hiszem, de nem biztos, lehet, hogy kacsa volt az állat, mindegy, az volt a cikk, hogy lábat nyomtattak neki 3D-s, ugyebár ezt hogy tudják megcsinálni, meg ételeket akarnak nyomtatni, ami ehető, ez számomra érthetetlen. Hát igen, még valamilyen szinten ez science fiction. Ugye, hát egyelőre a 3D nyomtató az gyakorlatilag, hogy a nevében is benne van, arra jó, hogy egy speciális anyag, egyelőre speciális anyagokból képes gyakorlatilag egy tárgyat, mondjuk úgy, hogy létrehozni. Én ezt inkább makettnek nevezném, mint sem, hogy valódi tárgynak, mert hogy ugye itt nem mindegy, hogy miből van az az anyag. Tehát a jelenleg egy ilyen gumiszerű műanyag valami van, ami ugye hát valamilyen szinten hőre olvadó és hőre keményedő tulajdonságokkal rendelkezik, tehát amikor éppen öntik ki, tehát nyomtatják gyakorlatilag, akkor idő után hogy megkeményedik és úgy marad, és azt az adott alakzatot, amit 3D-be kinyomtattak, az úgy marad, és egyfajta ilyen kis szobor, kis alkotások születnek belőle. Na most, hát akár lábat is lehet, vagy bármit létre lehet hozni 3D nyomtatóval, az egy más kérdés, hogy ez utána mennyire használható. Ugye ennek alapvetően nem ez a célja. Ennek alapvetően a kutatási része a célja, tehát mondjuk egy orvostudományban, egy műtét során, hogyha 3D-be kinyomtatnak mondjuk egy adott szervet, egy beteg szervet, akkor az orvos ténylegesen meg tudja nézni három dimenzióban, hogy mi a probléma. Eddig ugye maximum monitoron látta, vagy hát hogyha felboncolták az embert, csak hát ugye ez megint csak körülmény, és pont ezt elkerülendő, akkor látta ugye realbe, hogy akkor most ott mi a helyzet. De hogy ezt elkerüljék, a speciális szkennerekkel, illetve ez a speciális 3D-s nyomtatóval ki lehet gyakorlatilag, létre lehet hozni azt a szervet. Most ezt így képzeljétek el a gyakorlatban, ahogy én most ezt mondom. Most az, hogy lábakat, vagy bármit, fegyvert is, már múltkor azt láttam, hogy pisztolyt nyomtatott valaki. Hát valószínűleg azzal nem lehet lőni, tehát ez nem úgy működik, mint a sci-fi filmekben, hogy megnyomunk egy gombot, és akkor ott megszületik valamilyen tárgy, és akkor az ugyanolyan használható. Az nagyon sci-fi még, lehet, hogy ez lesz belőle idővel, de egyelőre ezek még csak ilyen nagyon kísérleti fázisban, tehát nem erre vannak ezek első körben kitalálva. Oké? Úgyhogy nem tudom, hogy hol láttad ezt, valamilyen természet csatornán, vagy valamilyen tudományos csatornán mehettek erről infók. Ugye hát meg nem mindegy az anyag. Tehát most azért, hogyha valóban ez lenne a cél, tehát mondjuk, hogyha lehetne műlábakat nyomtatni 3D-ben, most ez bármilyen hülyén is hangzik, de végül is erről beszélünk, lehet, hogy idő után ez megvalósítható, egy olyan anyagot tudnak létrehozni, ami ugye nyomtatható, és a végül egy olyan lesz belőle, ami tényleg funkcionálisan is használható. De hát egyelőre ugye stabilan maximum az ilyen műlábak műanyagból, erős műanyagból, fémből, esetleg fából vannak. Hát egyelőre ilyesmit nem lehet nyomtatni. A műanyagot igen, tehát bármilyen hülyén is hangzik, és bármennyire is környezetszennyező a történet, bár már erre is vannak speciális technológiák, ugye, hogy a műanyagot is elő lehet már úgy állítani, hogy nem annyira szennyezik vele ugye a felhasználás, illetve maga az anyagnak a létrehozásához használt eszközök nagyon környezetszennyezőek, tehát erről lehet olvasni statisztikai adatokat, én most ebben nem mennék bele, mert nincsenek up-to-date adataim, de jóval több káros szennyeződést bocsájt ki a létrehozása során,
egy ilyen anyag, mint maga, az anyagnak a, tehát mint a lebomlása. Tehát mindegy, nagyon bonyolult. Ez körülbelül olyasmi egyébként, mint a különböző üzemanyagoknak a használata. Tehát ugye maga a bányászat, maga az előállítás és ugye a felhasználás. Az önmagában ez a folyamat akkora környezetszennyezéssel jár, hogy a teljesítmény és a hatékonyság tekintetében sajnos a környezetszennyezés áll a magasabb szinten. Hát ezért van smog, meg ezért ilyen szennyezett a világunk, de mondom, ebben most tényleg nem menjünk bele. Hát erre törekednek a tudósok, és hát a tudomány is e felé megy, hogy az ilyen dolgokat pontosítsák, kevésbé környezetszennyezőre csinálják, vagy akár teljesen megoldják, hogy ne legyen az. Oké. Aztán Miklós, ciao Wendy, van Androidra Skype frissítés, kicsit olyan Google-ös beütése van, de azért tetszik. Azért magyaríthatták volna, ha már így átalakult, a Viber-t sikerült magyarítani. Üdv, jó a műsor. Igen, valóban a Viber már egy ideje magyar, és tényleg van frissítés, mert nekem is pont most délután töltöttem, de ő el sem indítottam magát a Skype-ot. Megnézem mindjárt, hogy akkor én is tudjak róla valamit nyilatkozni nektek, hogy egész pontosan mi is történt. Már hogy milyen változtatás. Egyébként, hát most magyarítás. Most őszintén olyan bonyolult egyébként a Skype. Tehát most cool, meg keresed az embereket, azt köszönjük szépen, tehát igazából szerintem, mi ez? Jó, végig akarom futtatni egy ilyen... Aha, hát ez mondjuk egyáltalán nem nevezhető egyébként Google-ösnek, de tényleg egy kicsit változtattak rajta, meg gyorsabb, na ez mondjuk pozitív. A betöltés a lassú volt, de aztán gyors. Aha. Jó. Abszolút, tehát most ezen olyan sok mindent magyar, tehát három menüpont van összesen, plusz a hívás, tehát most szerintem, és az is a hívás is egy telefonikonnal van, mellette meg egy videókamera ikon, hogyha videóhívást akarsz, tehát igazából szerintem tök egyértelmű, még ha nem is magyar. Tehát szerintem ezen nem feltétlenül kell kiakadni, bár tény, hogy magyaríthatnák, tehát sem eddig nem tart, valamiért nem volt rá még igény, vagy nem tudom miért nem magyarították. Oké, aztán... Ádám, hello Wendy, egy olyan kérdésem lenne, hogy ez a telefon melyik kategóriába tartozik, és mi a véleményed róla, és itt linkeltél nekem egy telefont az egyik teleportálon keresztül. Na nézzük, hát ez egy friss telefon, LTS, 2013 márciusi kiadása van, 1 giga memória van benne, 8 giga belső tárhely, természetesen SD kártya bővítési lehetőség van benne, Jelly Bean oprendszerre van szerelve, Procia, Dual Core, 1,7 GHz-es Qualcomm-os, hát a készelidőt azt hagyjuk, mert ezek mind kamudumák, ez a 635 óra, persze. Tehát egy hónapig bírja mi? Ha miről beszélünk, egy okostelefonnál? Hát hol élünk? Nem tudom egyébként, ezeket honnan veszik ezeket az adatokat. Igen, lehet, hogyha feltöltöd és így használod, és mindent lekapcsolsz, és nem nyúlsz a telefonhoz soha, akkor lehet, hogy eddig bírja, de szerintem azt is kétlem. Tehát 635 óra. Hát egy hét az 168 órából áll, ugye? 635-ben a 168 hányszor van meg? Most esküszöm, ezt kiszámolom. De ekkora kamu adatokat, tehát 635 per 168. 3,77. Viccelünk? Tehát, hogy 3x7, 21, 7, 25 nap, ne vicceljünk már, 25 napos készenléti idő. Hát hogy miről beszélünk? Ki van zárva? Ki van zárva? Kijelzője 720p-s, az mondjuk nagyon jó kijelzőnek számít. 4.6-os a kijelző mérete. Kapacitív szokás szerint 4G-t tud, HTML 5-ös támogatott böngészője van. Figyelj, ez egy jó teló, abszolút jó teló. 8 megapixeles fényképező, képes ugye a hátsó fényképezője. Képes Full HD felbontású videók készítésére. És minden, amit egy okostelefonnak tudnia kell, benne van. Szuper teló. Felső, középfelső, azért mondom, hogy középfelső kategória, mert vannak ennél durvább telefonok is, de mindenképp a felső kategóriához tartozik egyébként, és még jól is néz ki, teszem hozzá. Abszolút jól néz ki. Úgyhogy ezt tudom neked mondani, kedves Ádám, aztán Babos Bence, szexi a felsőd, Wendy, de édes vagy, köszönöm szépen, szexi, jó, hát nyár van, mibe legyek, pufajkába?
Jó. Jó. Na, hát ennyi hozzászólás érkezett első körben. Ne fogjátok vissza magatokat, nyugodtan tessék írni, ha bármilyen kérdés, óhaj-sóhaj van, vagy közölni szeretnétek valamit, facebook.com/fixhd, vagy telefonon 44513 49, vagy, na jó, visszamerészkedünk a Skype-ra, hogy lehet izzítani a telefonbetyároknak magukat. Egy húzás van, és utána le is jövök, tehát én próbálkozom. Hát ha lenyugodnak az emberek. Viszont egy hírrel folytatnám, méghozzá viszonylag friss hír. Szigorú büntetés fog járni a hackereknek. Az Európai Unió területén megszigorították az internetes bűnözőkre kiszabható büntetéseket. Az erről szóló döntést a parlament csütörtökön hozta meg, az Európai Parlament. Az Európai Tanács már korábban informális megállapodást kötött az új szabályokról. Ezekkel jobban megelőzhetővé válnak az informatikai rendszerek elleni támadások, és javulhat a tagállamok közötti bűnüldözési és igazságügyi szervek együttműködése is. Az érintett tagállamoknak 8 órán belül reagálniuk kell a segélykérésre. Az irányelv tervezet előírja, hogy a tagállamoknak az adatok elleni támadások elkövetőire, az adatforgalomhoz jogtalanul hozzáférőkre, vagy az ilyen bűncselekmények elkövetői által használt eszközök létrehozóira és forgalmazóira kiszabott szabadságvesztés felső határát legalább 2 évben kell rögzíteniük. Tehát börtönbüntetés jár az ilyen tevékenységekért. A kevésbé súlyos esetekre ez nem vonatkozik, de az egyes tagállamok dönthetik el, hogy miket tekintenek ugye milyen horderejű ügynek. A szöveg legalább 3 éves börtönnel büntetné a botnet létrehozóit. Ugye a botnetek azok a mondjuk úgy robotok vagy számítógépek, amik mondjuk támadásokat indítanak bizonyos rendszerek vagy akár több felhasználó ellen. Tehát olyan szerverekről beszélünk, végülis olyan központokról, illetve nem csak központokról, mert ezekbe tartoznak bele azok a központilag irányított, de az esetleges felhasználók számítógépén futó kártevők, ugye, amik betelepülnek a gépre, látszólag nem csinálnak semmit, viszont időnként nagyon nagy adatot forgalmaznak, hiszen a ti számítógépeiteket is ilyenkor felhasználják arra, hogy más gépeket, vagy esetleg szervereket törjenek, vagy támadjanak meg. És ezeket ilyen botnet hálózat, ezt így hívják, tömörítik. Aki ilyet létrehoz, tehát ergo egy ilyen vírust ír, egy ilyen kártevőt, vagy ilyen szervert működtet, szánt szándékkal, mert vannak ilyenek, az börtönnel büntethető, méghozzá 3 éves börtönnel is. Ezeket használva a botnet irányítója távvezérléssel irányíthatja a megfertőzött számítógépeket, ugye erről beszéltem az előbb. A kiemelten fontos infrastruktúrák, például erőművek, közlekedési hálózatok vagy kormányzati rendszerek ellen irányuló támadásokért viszont már 5 éves szabadságvesztés is kiszabható. Ugyanez a büntetési tétel vonatkozik a bűnszövetkezetekben elkövetett, vagy akár komoly kárt okozó támadásokra is. A tagállamoknak olyan nemzeti kapcsolattartó pontokat kell kijelölniük, amelyek 8 órán belül reagálnak az internetes támadások áldozatainak sürgős segítségkérésére. A bizottság a kapcsolattartó pontok elérhetőségét eljutatja a többi tagállamhoz, így javulhat a rendőrségi együttműködés hatékonysága. A tanács várhatóan hamarosan elfogadja a jogszabálytervezetet, amely egyébként 2005 óta érvényben lévő szabályokon alapul, tehát igazából sok újdonság nincs benne, csak egy kicsikét megpróbálnak többet foglalkozni ezzel az üggyel, mert hát sajnos egyre több az ilyen jellegű bűncselekmény. Az elfogadott irányelvek átültetésére 2 évet adnak a tagállamoknak, és Európán belül, tehát egységes szabályozás lesz ezen belül, tehát ugyanazok a szabályok fognak vonatkozni Németországban és az ottani lakosokra, illetve az ottani hackerekre, ha vannak olyanok, mint a magyar hackerekre. Oké? Okay? Egyébként itt nálunk Magyarországon elég szigorú a szabályozás, csak, és most már egyébként a felügyeleti szervek is, azt kell, hogy mondjam, hogy most már végre elég sok szakemberrel foglalkoznak, tehát értenek hozzá, amit csinálnak. Pont az egyik ismerősöm most kezdett el dolgozni, egyébként a rendőrségnél, nem mondhatom a nevét, mondjuk nem is ismeritek lényegtelen, de pont ebből kifolyólag, és ő ilyesmivel foglalkozik, tehát internetes, illetve számítógéppel elkövetett bűncselekmények.
kell foglalkozik, és pont vele beszélgettem erről a minap, hogy nagyon komoly kis rendszereik vannak már, tehát komoly osztályok működnek ezen gyakorlatilag, illetve dolgoznak azon, hogy esetlegesen különböző hackereket lefüleljenek, illetve különböző illegális tevékenységeket felderítsenek, kivizsgálják, és tényleg értenek is hozzá, tehát tényleg szedjük össze magunkat, gyerekek, már akire ez vonatkozik természetesen, hát akinek nincs félnivalója, ő neki nem is kell szerintem félnie, ő csak maximum örülhet, hogy még inkább biztonságban van, és most már a szakemberek is tényleg szakemberek dolgoznak rajta, és nem pedig olyanok, akik nem értenek hozzá, csak próbálnak mindenféle dolgokkal büntetni bennünket. Itt azért okosan mennek a dolgok most már, és ezzel mondjam, elég jó helyen állunk itt Magyarországon. Rendben. Veszélyes biztonsági részt találtak az Androidban ismételten. Méghozzá elég durva, ugyanis az összes androidos készüléket érinti, egész pontosan nagyjából 99%-át az androidos készülékeknek. Ez nagyjából 900 millió készülék tulajdonost jelenthet, tehát valószínűleg minket is, vagy titeket is érint. Blue Box nevű mobil biztonsági cég ma jelentette be, hogy komoly biztonsági részt fedeztek fel az Androidban, ami az elmúlt 4 évben piacra dobott, az operációs rendszert futtató összes eszközt érintheti. A támadók a sérülékenységet kihasználva megszerezhetik a felhasználók személyes adatait, beleértve a jelszavakat, személyes dokumentumokat, és átvehetik az irányítást a készülék fölött. Például SMS-eket küldhetnek, hívást indíthatnak, vagy akár bekapcsolhatják a készülék kameráját is. Jeff Forrestal, a Blue Box technológiai vezetője elmondta, hogy a trójai alkalmazás hozzáférhet az összes az eszközön tárolt adatunkhoz, e-mailhez, dokumentumhoz, szöveges üzenethez, de akár az elmentett felhasználói nevek és jelszavak tekintetében is, tehát ezekhez is hozzáférhet. A sebezhetőség oka, hogy az androidos alkalmazások ellenőrzését és jóváhagyását nem veszik elég szigorúan a kedves felhasználók. A Blue Box szerint ez biztosítja a hackereknek, hogy átírják az egyes alkalmazások kódját, miközben annak digitális aláírása nem változik. Emiatt tulajdonképpen bármelyik teljesen biztonságosnak tűnő alkalmazás hordozhatja a kártékony kódot. Tehát nem csak mi kedves felhasználók nem figyelünk rá, hanem sajnos a Google-nél sem figyelnek akkor erre, hiszen több százezer vagy több millió alkalmazás létezik már gyakorlatilag. És hát ezeknél az alkalmazásoknál, hogyha ezt föltöltik és megnézik, lecsekkolják, jó az alkalmazás, elfogadják, bekerül a Play Store-ba, és utána, ha mondjuk egy-egy frissítéssel vagy javítással, amit annak mondanak, beletesznek valamilyen kártékony kódot, azt már nem vizsgálja annyira felül a Google, tehát észesen vesszük, ha esetleg frissítjük ezeket az alkalmazásokat, akkor esetleg bejöhetnek olyan vírusok a telefonunkra, a táblagépünkre, amik ugye adatainkat is ellophatják, elkommunizálhatják. Hát én erre megint csak azt tudom mondani egyébként, hogy okosan az alkalmazás telepítésekkel is. Nem kell minden szart föltelepíteni a telefonra és kipróbálgatni. De tényleg, tehát ez a legegyszerűbb. Mert most őszintén, tehát egy Facebook alkalmazás, egy Google alkalmazás, egy Skype, egy Instagram, egy Opera, egy Chrome, és még sorolhatnék egy vagon olyan alkalmazás, amit az ember úgy feltelepít a telójára és használ is általában, azok megbízható forrásból jönnek, tehát a Google nem fog ilyet csinálni, a Facebook nem fog ilyet csinálni, az Opera kiadója nem fog ilyet csinálni, hogy kártékony, tehát ilyen programokat épít be a saját programjai alá, ők más csinálnak, tehát ők máshogy veszik el a mi adatainkat, ugye, ha már valaki ilyen összeesküvés elméletekben szeret hinni. Tehát igazából azoknál az alkalmazásoknál van probléma, aminek a kiadóját nem ismerjük. Ugye felmenjünk a Play Store-ba, és akkor nézegetjük, hogy milyen alkalmazások vannak, ilyen-olyan no-name, meg nem tudom, ilyen-olyan emberke, tehát nem is biztos, hogy cég áll mögötte, lehet, hogy egy emberke írta. Na az ilyeneknél azért gyanúsak a dolgok, de gyanús lehet, az ilyeneket fenntartással tessék kezelni. Tehát bármi szokatlant észreveszünk, akkor ezeket az alkalmazásokat azonnal tessék leszedni a telefonunkról, bár lehet, hogy már akkor is késő. Hónapok óta tudnak róla egyébként. A Google már februárban észlelte
a kártékony kódot, majd nyilvánosságra hozta a tényt, amiről értesítette az eszközgyártókat és a fejlesztőket. És a probléma ennek ellenére továbbra is fennáll, mert az Android közel sem annyira egységes és zárt platform, mint az iOS. Ugye hát ez a nyílt forráskódú, illetve a szabadon felhasználható operációs rendszereknek sajnos a hátránya, hogy nehéz egyben tartani, tehát a fejlesztéseket is párhuzamosan sok-sok ágon kell vinni, míg az iOS-nél ugye, ami egy zárt oprendszer, csak az Apple fér hozzá, és csak az Apple fejleszti, külső fejlesztőket ugye nagyon komoly szűrőkön kell keresztül menni, hogy egyáltalán valaki iOS-es alkalmazást létrehozhat, csak hogy fel is kerüljön mondjuk az App Store-ba, és onnan elérhetővé legyen, tehát egye a többi user számára, ne adj Isten fizetősen is, tehát hogy még ebből az adott fejlesztő esetleg profitáljon is, annak nagyon komoly kritériumoknak kell megfelelni. Az Androidnál is hasonlóan van ez, csak ugye egy sokkal szertágazó operációs rendszerről beszélünk, millió meg egy verzióval, millió meg egy módosítással, ugye romoktól még ne is beszéljünk, az ilyen custom romokról, meg ilyesmiről, tehát valóban kicsit nehézkes ennek a felülvizsgálata. Ráadásul a mobil szolgáltatók és a készülék gyártók is elég hanyagul, vagy egyáltalán nem frissítik a szoftvereiket. Ez a másik fele. Emiatt az androidos készülékek nem futtatják a legfrissebb verziói alkalmazásokat, tehát ugye ezt is ki lehet használni, nem beszélve arról, hogyha nem frissül maga az oprendszer, akkor ugye a hibákat sem, vagy a különböző foltozásokat sem teszik bele, tehát nem úgy, mint a Windowsnál, mondjuk, hogy jön mondjuk időnként néhány biztonsági frissítés, föltesszük, igen. Hát most őszintén, tehát az Androidomra mikor jött olyan értesítés, hogy az Android ilyen és ilyen hibajavítását installáljon föl, nem jön ilyen, hát, mert a gyártó nem foglalkozik vele, kiadja a készüléket, aztán gyakorlatilag letolja utána a felhasználók fejét. Ugye? Tehát ebből a szempontból valóban azt kell, hogy mondjam, hogy az Apple az ő zárt iOS-es oprendszerével jobban végzi a dolgát, hogy úgy mondjam. Tehát abszolút biztonságosabbnak mondható. Bár ez is egy érdekes dolog, mert pont talán egy hónappal ezelőtt beszélgettünk arról, hogy ettől függetlenül az Androidon sokkal kevesebb olyan szoftver van, ami potenciális veszélyt jelenthet, mint iOS-en. Tehát érdekes, hogy most meg pont az ellenkezőjét mondják, tehát ahány kutató cég mindenki mást hoz ki, kinek nyal jobban, ugye? Komoly veszélyt jelent egyébként az androidos piacra, különösen az ázsiai és európai országokban egyébként, ahol több mint 500 független alkalmazás volt elérhető, hogy igen kevesen követelik meg a szigorú hitelesítési eljárást. Emiatt az alkalmazásokban biztonsági hibák lehetnek, amik megnyitják az utat a hackerek számára. A probléma elhárítása azért is nehézkes, mert a gyártók közül sokan az Android egy módosított verzióját telepítik a saját eszközeikre, és ez megnehezíti, adott esetben ellehetetleníti a hibák gyors kijavítását. Használjuk a Google Play-t mindenképpen, hiszen az ott a föltöltött dolgok azért biztonságosnak tekinthetők. A Blue Box szerint minden felhasználónak, aki nem biztos abban, hogy a legfrissebb verziói szoftvert használja-e, járjon el nagyon óvatosan, és frissítés előtt azonosítsa a frissítést. Érdemes szoftverforrásként a Google Play-t használni, ahol a Google bizonyos szintig képes ellenőrizni és jóvá hagyni az ide feltöltött szoftvereket. Ugye itt van sajnos ez a bizonyos szintig, tehát ők sem 100%-osan, de azért igyekeznek. Tehát ilyen-olyan forrásból ne telepítgessünk fel alkalmazásokat, pláne ne torrent oldalakról, mert ezt is nagyon sok embertől hallom, hogy ilyen-olyan alkalmazás fut a telóján, és akkor mutogatja, ott villog vele nekem, és akkor mondom, de megvetted ezt az alkalmazást? De ő is letorrenteltem, megint ez olyan természetes dolog, hogy ami fizetős, azt nem megveszük, hanem letorrenteljük, ugye? Erről is ismeritek a véleményemet. A másik meg, hogy hát utána ne csodálkozzunk, tehát halmozottan problémás a történet, tehát ilyen-olyan megbízhatatlan forrásokból, torrent oldalakról feltelepített, alapból meghekkelt alkalmazások, amik egyébként fizetősek lennének, ilyeneket teszünk fel a telónkra, és csodálkozunk, hogy utána lassú, nem megy, szétfagy, nem működik, jaj, ugyanez a custom romos emberkéknél, akik ugye nem jó neki az alapoprendszer, rá kell tenni mindenképp az újat, egy közép vagy alsó kategóriás telefonra, de Jelly Bean-t kell tenni, és akkor jaj, de miért lassú, jaj, hogy lehet gyorsítani, jaj, miért fagynak ki az alkalmazások? Nem is kell mondanom a választ, hát érzékelhető, hogy miről beszélek.
Én azt gondolom, hogy próbáljunk meg a gyári beállításokkal megelégedni. Ha jobb telót akarunk, akkor meg vegyünk jobb telót. Bármilyen hülyén is hangzik ez. Vagy hekkelgessünk, de tényleg csak a saját felelősségünkre, utána ne siránkozzunk. Jó. Megyünk tovább. Frissítek egyet. Megnézzük, mi a helyzet a Facebookon. facebook.com/fixhd. Miklós írja nekünk. Szia, Vendi! Szerinted érdemes-e S3-ra cserélni? Vagy az S3-at lecserélni S4-re? Az a plusz 1 giga RAM sokat számít a gyorsaságban. Köszi, Miklós! Hát nem csak annyiban különbözik az S3, vagy az S4 az S3-hoz képest, hogy 1 gigával több memória van, mert sőt, szerintem nem is 1 gigával több memória van benne, de ezt most így nem tudom fejből, hanem azért ugye egy év különbség van, és hát hardverben is. Tehát ott azért szerintem a procia is kétszer olyan gyors, ha jól tudom. Kamerának a felbontásán változtattak, bár ugye ez pont engem annyira nem szokott mozgatni, hiszen élményfotózásról beszélünk, most 8 megapixelnél az tökéletesen megfelelő szerintem, már de még 5-nél is. Szóval nem tudom, hát ezt neked kell eldönteni, hogy mennyire engedheti meg a pénztárca, mennyire van kedved hozzá, tudod, hogy szokták mondani, de idő után érdemes. Tehát az, hogy az embernek egy újabb készüléke van, hát az általában jobban jár, tehát általában ugye az jobb minőségű, gyorsabb, stb. Bár van ellenpélda is. Tehát ez megint egy olyan dolog, hogy ezt mindenkinek saját magának kell eldönteni. Van, aki teljesen... Tehát én is például úgy vagyok vele, hogy én nem feltétlenül a legújabbat szeretem megvenni. Nem azért, mert esetlegesen nem azt, hogy nem, de egy, hogy nem is feltétlenül engedhetném meg, mert most nem fog 2000 forintot telefont venni. Nem fogom magamat 2 évre egy szolgáltató se lekötelezni, csak azért, hogy vegyek magamnak egy telefont, ami amúgy is drága. Meg utána, jó, tudom, készülék biztosítása már meg lehet oldani, hogyha esetleg megsérül vagy valami, akkor... De ez mind pénz, ha belegondoltak. Ez havi szinten 1000 forintok legalább egy készülék biztosítás is. Az éves szinten már több, tehát már 10 000 fölött van bőven. Maga a készülék, fizeted a részleteit, azért ha belegondolsz, okosan van ez kitalálva, részletekbe megveszed, azért jóval drágábban jössz ki, majdnem másfélszoros áron veszed meg, mint hogyha egyébként listaáron megvennéd függetlenül bárhol máshol. Csak hát ugye hol van az embernek egyszer annyi pénze. Tehát ez is egy megoldás, meg az is, ezt mindenkinek saját magának kell eldönteni. Én ilyen ad-hoc szoktam ezen egyébként dönteni. Tehát ha éppen telefonvásárlás előtt állok, majd akkor ezt eldöntöm. Most egyelőre még hál' Istennek, le is kopogom, még nincs baj a készülékemnek. Persze már nem egy mai darab, de el vagyok vele arra, amire kell. Telefonálni, e-mailezgetni, néha facebookozni, mit tudom én, instagramolni, esetleg webezgetni rajta, erre még mindig megfelelő. Néha Skype is van, stb. Tehát igazából még tökéletesen elég, persze lehetne gyorsabb is, néha lassú, lefagy, de melyik telefon nem csinálja ezt? Szerintem az új telefonok közül is nagyon sok olyan készülék van. Legyen szó akár egy S4-ről is azért. Ismerek olyat, akinek az van és szidja, mint a bokrot, de ismerek olyat, akinek almás van és az is szidja, mint a bokrot, pedig ott jaj, az nem szokott fagyni, nem a francokat nem. Tehát ugyanúgy megvannak ezek a problémák egyébként ott is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben nehéz segíteni, nehéz tanácsot adni. Tehát a tanácsom az, hogy tehát szerintem azt csinálsz, amit akarsz, de ez ilyen nem jó tanács, tudom, ne semmi fogd meg jól. Én azt gondolom, hogy mérlegel. Tehát tedd mérlegre, hogy mire van szükséged. Szükséges a gyorsabb proci. Egyébként a helyedben, ha van ismerős vagy, ha nem is ismerős, hanem menjél el egy olyan boltba, ahol ilyenek ki vannak téve, és kezedbe tudod venni, és tudod használni. Ezt egyébként is tanácsolom mindenkinek, aki mobilt szeretne venni. Hogy először menjünk el egy szakboltba, vagy egy szolgáltatóhoz, ahol ki vannak téve ilyen készülékek, kicsit használgassuk, hogy szokjuk, mert sokszor van az, hogy kinézzük netről, megnézzük, látunk róla a fényképet, egy-két YouTube videót, azok alapján tök jól hangzik, meg tök jól néz ki, de lehet, hogy az életben nem olyan. Tehát mindent meg kell egy kicsit szokni, és próbáljunk meg mérlegelni, és ne egy készüléken kattogjunk szerintem, az a másik fele, hanem próbáljunk meg alternatívákat felállítani, és azok között eldönteni, hogy végül melyiket válasszuk. Hát mindenkinél más a szempont, mert ugye nagyon sokszor, pláne a mai világban a pénz, ugye meghatározó dolog. Ha valakinek van mobil előfizetése, és tényleg esetlegesen nem tervez szolgáltatót váltani, és ilyesmi, akkor lehet, hogy érdemes egyébként szolgáltatótól
tényleg ilyen részletre elhozni készüléket, mert így legalább anyagilag jobban kijön az ember, csak ennek is megvannak azért a buktatói. Tehát azért időben be kell fizetni, azért azt 2 évi utána fizetni kell, tehát ezeket ne felejtsük el, hogy lehet, hogy elhozzuk akár 0 forintért, vagy pár 10 000 forintért a tök jó készüléket, de azért utána azt nyögjük, utána 1-2 évig elképzelhetően, vagy nagy valószínűséggel. Tehát, hogy nehéz ebben tanácsot adni, mert én megmondom, pont nem az ember vagyok. Én inkább, hogyha olyan van, én általában ilyen ad hoc módon, tehát amikor már minden kötél szakad, már a telefonom már nem is működik, mert lejtettem, vagy valamint a legutóbbit, na akkor rohangálok valami készülékért. És akkor tehát van ismerős, és akkor az ismerőstől kérek ilyenkor tanácsot, hogy te mit ajánlasz, ami olcsó, de jó, de mégis jó árba lévő készüléket, és akkor én általában így szoktam, mert legalábbis párszor már így vettem. Attila írja, hogy az egyik szolgáltatónál nem drágább, ha részletre veszed a telefont, már 2-szer is vettem náluk részletre. Igen, de ha belegondolsz, hogy ilyenkor nem is maga a készülék a drágább, csak az, hogy ilyenkor milyen hűség, mit kell bevállalnod mellé. Tehát egy ilyen kategóriás készülék mellé akkor már be kell vállalnod valami nagyobb csomagot, ugye, tehát fizetsz egy olyan csomagért, amire egyébként lehet, hogy nem is lenne szükséged. Ugye? Mert mit tudom én, mondjuk lehet, hogy egy ahhoz, hogy nagyon olcsón elhozd, egy nagyon magas csomagba raknak, lehet, hogy tök sok internet van, meg nagyon sok lebeszélhető perc, de lehet, hogy nem is telefonálsz annyit, nem is netezel annyit, vagy ha igen, akkor azt wifi-ről meg tudnád oldani, és nem is kéne annyi net előfizetés, tehát, és mégis rákényszerítenek arra, és ugyanúgy 2 évig azt is fizetned kell, és ha már úgy belegondolsz, hogy úgy mennyit fizettetnek ki veled, azért úgy jóval drágább, ezt ne felejtsd el. Míg hogyha megveszed egybe, és utána egy olyan csomagot választasz, ami az igényeidnek megfelel, nem tudom, mondom, mérlegelni kell, mert ez teljesen telefonálási szokásoktól is függ. Csak ugye ez is érdekes, mert azért vannak olyan emberek, akik megveszik maguknak az okostelefont, és gyakorlatilag például a mobilnet nincs is rajta, vagy nincs rá aktiválva, mert hogy úgyis wifi használja. Ilyen is van, nem mint hogyha ez elítélendő lenne, csak vannak azért szintek, ahol igen. Tehát én nagyon szoktam mosolyogni ugye azokon az embereken, akik jönnek a több 100 000 forintos okostelefonjukkal, vagy nehogy Isten almással, ugye, mert az a még gizdább, és akkor jaj, van wifi, mi a wifi jelszó? Miért nincsen mobilnet, vagy mi van? Tehát tényleg, tehát mi ez a wifi vadászat? Tehát, hogyha van ilyen telód, akkor arra is legyen már pénzed, hogy legyen egy normális előfizetésed hozzá, nem? Most állandóan wifi-t vadászok az utcán, meg mindenhol. Vagy nincs pénz a kártyán. Tehát iPhone-ja van, de VHSMS-t küld. Tehát a szolgáltatási nem fizetünk, de a telóért meg igen. Ez egy olyan dolog, hogy ha-ha-ha, majd nem tudok rá mit mondani igazából már. De ez rendszeresen találkozom ilyesmivel, és ezt én azt kell mondjam, hogy szomorú. Na, Márk van itt velünk. Szia, Mendi, azt szeretném kérdezni, egy gépre 2 office-t, egy 2010-es és egy 2013-ast fel lehet-e tenni? Köszi a választ, jó a műsor. Megfogtál, nem tudom, office-ben egyébként sem vagyok otthon, de szerintem egyébként fel. Nem? Vagy upgrade-eli magát? Nem tudom, Márk. Segítsetek Márknak, fogalmam sincs, nem használok Office, illetve használok Office, de Open Office. Tehát én ezért Microsoft Office, minek fizessek, ez is egy olyan dolog, hogy akkor már inkább, ha itt tartunk, hogy ha már szoftvereknél, és ezt is szoktam rendszeresen mondani, hogy hát ha van ingyenes is, akkor most miért fizessünk érte? Tehát nem? Tehát, hogy inkább most vegyek meg, nem tudom hány 10 000 ért, vagy még többért egy Office csomagot, amikor nem használom ki, néha kell nekem csak írnom, akkor abban meg az Open Office is tökéletesen. Vagy én nagyon sok olyan céget ismerek, akik alapból azt használják, mert hogy logikus valamilyen szinten, hogy most minek használjon az ember ilyeneket, ha egyszer van ingyenes alternatív verziója is. Pláne ha hackeljük, ugye? Tehát most persze nem akarom Márkot meggyanúsítani, de neked van 2 legális Office-od? Minek? Tehát lássunk minek? 2. Jó, ennyi gyakorlatilag, jól látom, akkor több kérdésünk nincsen. Eddig tartott a restart,
Természetesen, mint ahogy már a műsor elején is elmondtam, érdemes lesz ma a Fixet választani a továbbiakban is, hiszen hamarosan Fix Summer következik, és a helyszínen van, ha jól tudom, az EP-ből ezúttal élőben. Andris, szevasz Andris! Mi a helyzet? Mi lesz a mai adásban? Szia Vendi, milyen az idő a légkondi stúdióban? Nagyon jó, úgyhogy nagyon jó, én örülök is neki, hogy itt vagyok. És ott kint? Tanácsolom mindenkinek egyébként, mert nagyon meleg van, hogyha ki elindul otthonról, egy kis vizet mindenféleképpen vigyen magával, mert néha van egy kis szellő, az kb. Olyan, mint a mennyei mana, de amúgy nagy a hőség. Uh-huh. Aztán, hogy milyen témákkal várunk titeket? Te is biztos sokszor beszéltél arról, Vendi, hogy a Facebook közösségi oldalnak milyen buktatói vannak. Ugye amennyi pozitív, annyi negatív hatása is lett, erről fogunk majd beszélgetni, illetve lesz majd előttem egy laptop, és ti is hozzászólhattok a témához, hogyha tegyétek is meg, nem tudom, mikor lesz ilyen alkalom legközelebb, ezt mindenféleképpen tartsátok észben. Ezen kívül érkezik hozzánk Cutor Zoli, a Belmondónak a frontembere, és Biha Roland, akit korábban a No Thanks-ben láthatatok, mint frontember, aztán a Megasztárban is feltűnt, és most arról fogjuk faggatni, hogy mi van vele, hiszen kihozott egy új klipet, erről fogunk majd beszélgetni. Fél héttől Zolival és velem Andrissal. Köszönöm szépen, Andris. Jók legyetek, jó adást kívánok nektek, aztán bírjátok ezt a meleget. Csatlakozz hozzánk, Vendi. Lehet, hogy az lesz. Csákó, hello, szia-szia! És természetesen a Fix Summer után sem kell elkapcsolni a televíziónkról, hiszen, mint ahogy már a műsor elején is említettem, édes kettesben Endre vendége, a Miss Universe Hungary 2012-es királynője, Konkoly Ági lesz a vendég, egy nagyon dekoratív és egy nagyon szép lányról van szó, úgyhogy ha más nem, akkor a látvány miatt mindenképpen érdemes lesz nézni az édeskettest. És utána este 10-től pedig bezúzzuk a képernyőtöket, hiszen a Rock You jelentkezik Peruval, és ha minden igaz, akkor nagyon durvá dolgok is lesznek, hiszen itt lesz a Prosektúra például, úgyhogy zúzás hegyek lesznek a képernyőn, úgyhogy a rockrajongókat mindenképpen várjuk a képernyők elé, vagy akár élőben a helyszínre, hiszen az EP-be is természetesen ott vagyunk mi is, akár ti is ott lehettek a műsor felvételén, keressétek a stábunkat, meg fogjátok szerintem ismerni, kamerát keressetek, ez a lényeg. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet, ez volt a Restart, holnap Restart Extra, Marcival várlak majd benneteket, összefoglaljuk a hét legfontosabb IT eseményeit, további kellemes tévézést kívánok nektek, és jó hűsölést, szevasztok! Együttműködő partnerünk Acer.